Üdvözlök mindenkit, Nekroklém vagyok, jöjjön Warframe, és igen, jól látjátok a címet, upgradeeltem az Infinity meget, hogy amolyan beképzelten szóljak, aki valamit is ad magára a Warframe-ben, az minden bizonyal ismeri Relentless Zent. Na jó, valószínűleg nem ismeritek Relentless Nincs szegénynek nagyon sok feliratkozója, viszont elég ahhoz, hogy hogy is mondjam, a, a kicsit magosabb Warframe-je, játékos tudja, hogy ki ez a Relentless Zen. Na most ez a Relentless Zen srác videójához meghagyom a linket uh, ennek a videónak a leírásában, mivel hogy az alaplötlet tőle jön, és igen, upgrade -eltem, új Synergy-re helyeztem az ő Infinity megét. Tehát az alapötlet tőle jön, a fejlesztés az már saját. Na most, és ez mind azért van, mert a napokban, Um, rám írt valaki, hogy hát csináljak már megről 2020-as videót, mert, hogy nincs megről 2020-as videó, biztos vagyok benne, hogy tele van vele az internet, uh, viszont egy ilyennel, amit itt alkotok, biztos vagyok benne, hogy nem fogtok találni, és uh, ja, ja, nagyon magyaros lett a megoldásom, ha így mondjak. Szóval és elküldte nekem Relentless zennek a videóját, és az Infinity megről én már láttam egy pár az Infinity meg videót, és egyszerűen kiváló játékos ez a srác, kiváló játékos, és ezt kell mondjam, mert a buildje az egyszerűen egy fantasztikus ötletre arapul, ugyebár van a Penta nevű fegyver, vagy a Sekura Penta nevű fegyver. Ez úgy működik, hogy ha kilövi a lövegzőkét, ami rakéta lövedék, még egyszer meg kell nyomni, ugye a középső gombot az egére meg kell nyomni, hogy felrobbanjon. Addig nem robban föl. Viszont sebzést okoz. Szóval az az alapötlet, hogy fog rányomni az enemire a kettes képességét a megnek, az beszívja az enemit belelő pentával, és a penta a körbe-körbe, nem körbe, hanem egy végtelen jelben forog a kettes képességben, ezáltal sebezve az enemit, és iszonyatos sebességgel ledorálva. az enemit, amint láthatjátok a példát a videóban. Kettő fajta upgrade-et is csináltam a, e, e, az Infinity megére relentlezzennek. Fantasztikus bild, viszont az ő módszere hihetetlen figyelmet kíván meg, és ugye, uh, amint látható, ha megnézitek az ő videóját ezzel kapcsolatban, 10 tíz, level 10 ezres enemik ellen használja. Én ismerem magam. 5-6 órán keresztül nincs akkora türelmem, kitartásom, hogy ennyi ideig tudjak figyelni, mert ha megnézitek a videót, és so az ő játékstílusát ebben a videóban, elképesztően aktív és figyelmes, és nagyon-nagyon-nagyon és durván crowd controlozik minden-minden ott van, ami, ami egyszerűen ö, kell ahhoz, hogy, hogy, hogy ne essél el. És ezért működik fantasztikusan Nielje. Egy nagyon jó fegyver, képesség, szinergia és a játékos tehetsége, ami összehozza ezt a működést. Én bevallom őszintén, nekem, nekem ez nem hiányzik. Tehát én nagyon szívesen mutatok be. Aktív játékstílusokat, mert azért volt olyan időszakon Warframe-ben, amikor nagyon élveztem így játszani, és a különböző esedékenyebb Warframe-ekkel, minél hosszabb ideig életben maradni, különböző szinergiikkel, de mára mondhatni egy kicsit lelustultam, úgyhogy szeretném, hogy is mondjam, a kicsit magyarosabb, lustább változatát megmutatni az Infinity Megnek. És mondtam én, hogy fel fogom éleszteni a kutyakultúrát, és megoldom nektek azt is, hogy ez a szerencsétlen dög életben tudjon maradni, illetve könnyedén életben tudjátok tartani. És ja, azt hiszem, hogy mindazok, akik szeretnének a meggel játszani, de ismerik a megnek a határait, hogy mennyire esedékeny a szerencsétlen, viszont tudod, hogy OP, csak hát megöl az, megöl az, ideg, hogy annyira oda kell vele figyelni. Én összehoztam nektek azt a módszert, amivel rászarhatsz az egészre. Egy gomb lenyomásával lehozod a pályát, a köröket. És hogyha netán véletlenül egyetlen egy játékost viszel magaddal, tehát nem szólózol, egyetlen egy játékost már viszel magaddal, vagy, vagy, ha szólósz, szólózni szeret, semmi baj, rakjál le egy spektert, akkor már is 500-szor könnyebb dolgod van. Szóval a spekter javaslatoknak euh, tudnék mondani, minimum egy hármas csillagost, de egyes is jó, attól függ melyik Specter, de egy hármas csillagos Hildrint, tudnék javasolni, és azért Hildrint, mert azért a meggel mozgékony kell, hogy legyél, azért mégiscsak ide-oda kéne sétálj legalább egyszer az életben, mert hogy nem mindig fognak az enemik oda jönni hozzád, sajnos. Szóval legalább um, egy sétáló, és a Hildrin, a hármas szintű Hildrin minden képességét használja, és folyamatosan tölti vissza a shieldedet. shieldet fog neked kreálni, ami shieldgatinget fog neked biztosítani. Oké, okay, ezt garantáltan csinálja Hydrin, már az egyes szintű Hydrin is csinálja, hogy shieldet biztosít neked. Az egyes szintű Visp Specter az azonnal lelakja az első képességét, mindegyiket. Az neked plusz crowd control jelent, és um, plusz életet, plusz fegyversebességet, mindent, plusz sebességet, mindent. Szóval ne becsüld le a Spectereket. Oké. Okay ezt javaslom. Vagy vigyél egy csapatot, és akkor a úr is meg se kell mozdulj. Érted? Meg se kell mozdulj a következő bíjda, amit tudtok. Kettőfajta bél lesz végül is. Ezen kívül, amit a Relentless Zen csinált, azt is megmutatom az ő alapbéljét. Mutatok egy olyat, ami, hogy is mondjam, kiélvezheted a nagy számokat, a tömegpusztítást, és különösebb akkudalom nélkül mész végig, Körökön, és mutatok egy olyat, ami számomra a hosszú távú, lusta megoldás, kényelmes, ahol elcsetelgetek a haverokkal, a discordon, mert nem kell annyira figyelni, de mégis élvezheted azt, hogy te hozod a DPS-t a pályán. Azt meg kell hagyni, hogy, hogy jelen pillanatban azt hiszem, a megtől nem létezik nagyobb DPS kreáló a játékban, és a nagyobb számmennyiséget kiíró karakter a játékban. Tehát talán a, talán a Benshi és a, 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 hogy hívják, a Nix az is akkor ha buffot kap, bár nem hinném. Tehát ha még egy, full maxus kroma buffot kap a Nix, akkor se fogja tudni elérni azt a Uh, azt a szám adat mennyiséget, amit a meg képes elérni, és ezt lecsekkolhatjuk relentlezzen videójában, amit megmutatja, hogy hány, 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 milliós sebzéseket fog tudni okozni. Én ne haragudjatok, de nem megyek el level 10 Csak a módszert szeretném nektek bemutatni. A módszer a következő. Uh, visztek magatokkal egy kubrót és egy zenorik tenót. A zenorik tenóra azért van szükség, mert összehúzza az enemit. A magus anomali arkén az nem feltétlenül a legjobb, úgyhogy itt kicserélhetitek a magus anomalit bármiféle életfeltöltő arkénre, ami ö, van. De az a következő a metódus. Elkapcsolod a kettes képességet belősz közéjük, kiössz az zenegy tenóval, mindenkit behúzol a kettes képességbe, megvárod, hogy a kutyád láthatatlanná tegyen, visszamész a megbe, a tenóval, és láthatatlan vagy. És semmi más dolgod nincs, csak kettes képességeket kapcsolni. Nagy területen és itt lesz a változás is majd a bildenben, nagy területen, mert hogy a Sakura addig, ameddig te manuálisan fel nem robbantod, nem robban föl. És minél nagyobb területen alkotod a kettes képességet, annál jobban megengedi, hogy mozogj területenként, mert a kettes képesség összehúzza a... Szekura Pentának, vagy a Pentának a golyóit, és mindig, ugye minél nőbb területet tudod összehúzni, annál kevesebbet kell lőjél, iké, a hureszkubrod annál tovább tart láthatatlanban. És kurva sok ideig tart láthatatlanban. Szóval, ja, hölgyeim és uraim, ez lenne az én Infinity megem. Húreszkubro modolás nagyon fontos, sajnos nagyon hülye a kutyád, érted? Szóval, a Stalk az benne kell, hogy legyen. Ahogyha a kutyád láthatatlan, nem támad. Ha nem láthatatlan, támad. És amikor elesik, pont azért jó, hogy tenóval vagy a kettes képesség közepébe, mert ott fog mindig elesni, mert oda támad, fel tudod könnyedén éleszteni, és amint feléled, a kutya azonnal láthatatlanná tesz, megszűnik az, hogy ő támad, és te is nyugodtan tudsz ott állni és nézni a számokra, azt a darálást és a többi szóvalja. de ezt tudnám javasolni. Medi Pet hogy benne legyen, meg a Richard gyorsabban töltödik a kutyának a sírgye, oké? Okay. Hunter Recovery gyorsabban töltödik a te életed, ugyanis a kutya, ha sebez, tölti a te életedet. 30%-os stealing, oké? Okay. És lútradar, fontos, enemi radar, lútradar, enemi radar fontos, enemit alertbe rakja és felét húz, felét jönnek. Mert láthatatlan vagy, de felét fognak jönni ezzel a, a, a dalaggal. A fetch egyértelmű a, a porszívózás miatt azért működjenek a, 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 a dolgok. A, ezt ezt tudnám javasolni a link armor linkhez tudjátok sokat nem segít, de néha talán be, be be, benyel egy lövést és kibírja talán a, a shield gating miatt akármi, de nem feltétlenül segít úgyhogy ezt a kettőt simán lecserélhetitek amire nektek jó lesik igazából így is úgy is esni kellni fog a bleed out linket azt berakom, mert hosszabb ideig tehát hogyha elesik nem veszed észre egyszer csak észreveszed, hosszabb ideig vérzik el Na, ez lenne a kutya modolás. Um, Sakura Penta modolás, korrozív heat, gondolom egyértelmű miért, bontjuk az armot, bontjuk az armot, bontjuk az armot, mert hogy level 10 ezeren az mennyiség nagyon ütős, de semmi baj, mert az ultival, ugye, 50%-50% plusz még heat korrozív. Nem kell elmeséljem, ugye, hogy uh, mi fog történni. Sekura Penta. Ha rákényszerülné, hogy használd a kúvanúkorodat, akkor kétféle példát tudok javasolni, vagy viszel egy ilyen korrozív híd történést, vagy egy ilyet, hogyha így tetszik, korrozív híd történést. Ha stropádat vagy, rákényszerülve egyértelműen ö, használni, egyértelműen ö, heavy attack például korrozív, de így uh, Hölgyém és uraim, hát ja, ennyi. Na, hogy uh, tisztába tegyük a dolgokat a modolás körül, oké, okay, ez uh, Relentless zenek a Infinite Meg ez is némileg átalakítva az én ízlésemre. Uh, szeretek! ott bent tudni egy Redirection-t, hogy őszinte legyek az Arcane Barrier miatt inkább, de a Rolling R nem maradhat el extra biztonságnak, és mindez ugye, hogyha nincsen kutya felpakolva, a módszer, a, amit a videóban láttatok, oda mentek, szétlőttök mindent, egy Pentával, vagy egy Sekura Pentával, továbbá egy Stropával, hogyha, hogyha van. Natural Talent, gyorsabb káztalás érdekében. Az ő játékstílusához, ahhoz a játékstílushoz, amit ez a megkövetel követel meg, ehhez szükséged van minden segítségre, mert az egy nagyon aktív játékstílus, nagyon figyelmesnek kell lenni. Ebből a az nagyon ünes, hogy ennyi órán keresztül ilyen aktívan tud figyelni. Szóval, további á, semmi nagyon extra modalás, odamész, és. és leszeded az armorjukat, behúzod magadnak a lúdot, ez ez a modolás, ez csak azért van, hogy legyen semmi extra. Az upgradeált modolás az ez lenne. Na most um, itt aztán ízlés szerint vál, uh, uh, változhathattok a dolgon, rolling helyet helyett berakhattok egy uh, egy Redirection-t is, valószínűleg mindegy, melyik a kettőt használtok, amit láttátok a videóban, túl soka, túlságosan nem lesz rá szükségetek, uh, és igazából, ha mindent uh, nagyszerűen és uh, jól csinálsz. Mint mondtam azért, javaslom a nagy range-et, mert hogy, ugye a Sakura Pentának a lövedékét felkapja, amit nem rabantottál szét, és ezt nagyobb range-ről kapja fel, kevesebbet kell lőnöd a kutyád, hosszú ideig, hosszabb ideig tart, láthatatlanba uh, és gyakorlatilag, ja, amit láttátok, percekig, percekig, percekig mész láthatatlanba, mert amíg veszély van, a hurász kubró e, láthatatlanba fog tartani, szóval, és folyamatosan láthatatlanból láthatatlanba, mivel hogy megnek a képességei nem számítanak támadásnak, így nem nyöszki ki a láthatatlanságból, csak akkor, amikor lősz. De akkor ugye a tenóval, pif már, és kiugrasz, behúzod őket a, 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 a központjába ennek az egész izé kettes képességnek. you <laughs> és kész, le vannak zúzva, történet. Addig kell ott maradni a tenóval, amíg a kutyád újra láthatatlanba tesz, ami igen gyorsan eljön, uh, amit láthattátok a uh, videóban. Nincs nagyon szükség, se naturált se semmire, hogy őszinte lelki counter. A két augment módjára uh, én azért számítanék, ahogyha, ugye, ahogy használd a hármas képességet, és a counter Pulls bekapcsol, és elkezdik a fegyvereket ütögetni, miért nem működik, akkor elfelejtenek sétálni, és a kettes képesség húzza be őket. Ja, hasznos. A Fracturing Crash az, az, az ezres szintek fölött jön jól. Mert hogy mindig túl fogják élni ugye az ultidat, és mindig 50%-kal csökkented a, az armorjukat, és ez meggyorsítja a Sekura Penta gyilkolási idejét a kettes képességben. Szóval ezt a két uh, augment modot együtt tudnám uh, javasolni. És amit uh, amint látad, amint bejön valaki, ha egy emberrel, egy tenóva egy játékossal mész extrába, vagy lerakod a, a, a spekteredet, amihez tudok javasolni egy hildrint, vagy egy vispet, és mennyiben beeszkám, egy hildrint jobb, mivel hogy uh, sétálhat veled, és közben Pajzsot tud nyújtani. És lehetőleg minimum egy 3-as szintű spekter, tehát egy három csillagos spekter rakjatok, mert minden képességet használni fog, tehát a kettest és hármast is együtt az azt jelenti, hogy fog neked adni, folyamatosan biztosítja az overshield és eltereli az ellenfelek figyelmét rólad. Hölgyeim és uraim, ez lett volna uh, Infinity meg Upgrade-elve. Uh, nagyon köszönöm a figyelmet. Ha tetszett a videó, dobj el lájkot, nyomra rá a csengő élecskére, értesítések véget, csatlakozz Discord szerverünkhöz, bárki csatlakozhat. Uh, továbbá a klávhoz is csatlakozhatsz. Linkek videó leírásában megtaláltok mindez. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!